Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék egy gyors kis bejelentő videóval. Ebben a videóban azt szeretném nektek elmondani, hogy november 5-én és 6-án ismét megrendezésre kerül a My Cinema. Ez lesz a negyedik film. Én is ott leszek, lehet velem mind a két nap találkozni, úgyhogy ha érdekel titeket, mindenféleképpen gyertek majd el. Ez Budapesten lesz egyébként, a Lurdi házban, pontosabban a Lurdi moziban, tehát ezt a filmet rendesen moziban fogják levetíteni. Akik már voltak egyébként My Cinemán, tudják, hogy mekkora élmény ez az egész, úgyhogy szerintem nekik már ezt nem is kell elmondanom. Viszont, hogyha esetleg még nem láttátok, vagy fogalmatok sincs arról, hogy mi is ez pontosan, akkor a leírásban fogtok találni egy linket, ahol minden fontos információt meg fogtok találni, illetve Zsidov csatornáján meg tudjátok nézni teljesen ingyen a legeslegelső My Cinema filmet. Egyébként azóta nagyon sokat fejlődött a My Cinema történetileg, illetve szereposztásilag is. És ha már a szereposztásról beszélünk, akkor kicsit beszélnék arról, hogy nekem most milyen szerep jutott ebben a filmben. Ugye nekem ez már a negyedik szereplésem, tehát én mindegyik My Cinema filmben eddig benne voltam. És most egyébként egy egészen fontos szerepet kaptam, hát kíváncsi leszek, hogy mennyire fog nektek tetszeni. Egyébként a filmnek most elég nagy tanulsága is lesz, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek. Egyébként is egy remek program szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek, úgyhogy gyertek el! És hogy kik lesznek ott, ez bizonyára sok mindenkit érdekel. Természetesen ott lesz a filmrendezője Zsidov, Varázsló, a KD csapat, Lucky, Anett és Ancsa, Ice Bluebird, Varus, és hogyha jól tudom, akkor még Ábel, illetve Royal Szabi is, meg természetesen velem is találkozhatok. Ha valakit véletlen kihagytam, attól elnézést kérek. A weblapon egyébként megtalálhatjátok az összes videóst, aki szerepel a filmben, illetve azokat, akik ott lesznek a rendezvényen. És ugye az előzőekhez képest most annyi a változás, hogy mivel ez egy kétnapos rendezvény, ezért a jegytípusok napokra vannak felosztva, azaz szombaton a VIP jegyesek tudják majd megtekinteni a filmet, vasárnap pedig a normál jegyesek, és hogy a VIP jegy pontosan mit tartalmaz, azt természetesen megtalálhatjátok a rendezvénynek a honlapján. Általában egyébként ugye szokott lenni egy kis műsor, ahol a filmnézők tudnak velünk beszélgetni, illetve értékes ajándékokat is szoktak kisorsolni, és ha jól tudom, akkor a jegyhez alapból jár valamilyen ajándéktárgy is. És természetesen, hogyha szeretnétek vásárolni ilyen Doggy Andy cuccot, akkor lesz rá lehetőségetek a rendezvényen is, ugyanis kint lesz az MC Shop is, úgyhogy hát remélem minél több emberrel sikerül majd találkozni, és tetszeni fog nektek a film. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, ne felejtjétek, minden fontos információ ott van a leírásban. Doggy voltam, sziasztok!